Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt itt nálunk mindenki tegezi egymás kortól nemtől függetlenül. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világunkkal? És mi baj van a jelenlegi világgal? Bizonyos embereknek jobb, nem? Tehát ami azt jelenti, hogy mit tudom én, mondjuk megnézel egy pár hatalomban lévő embert, meg annak a holdudvarát, és akkor azt látod, ott ilyen nagy mértékű gazdagodások vannak, nem? A lakosság az meg valahogy él, az elmúlt években talán inkább szegényedik, nem? A lakosság jó része. Tehát egy érdekes világban élünk, ahol ha jó emberek nem tesznek semmit, akkor a rossz eluralkodik a Földön. Nem? Tehát a jó emberek várják, hogy valami történik. Hát rosszak, rossz dolgok azok történnek, nem? De túl sok jó dolog nem. Na most, kis érdekesség. Beszéltem olyan emberekkel, akik átjárnak Ukrajnába. És rendszeresen ugye át tudnak járni Ukrajnába, és meglepő dolgokat mondtak. Érzeljétek el. Azt mondták, hogy ugye hova járnak át? Hát ide a határ túloldalára. Kárpátalja. De azon belül is ugye itt a határ közelébe. És meglepődve hallgattam, hogy azt mondták, hogy itt a háború idején, ugye most már második éve megy a háború, a háború idején elkezdtek jobban élni az ott élők. Na, képzeljétek, a házak fel lettek újítva, az utak sokkal simábbak, mint nálunk, nem ilyen göröngyös, érted? Benzinkút van 200 méterenként, érted? Tehát roskadásig vannak tele a boltok áruval, szó szerint. Akkor az embereknek van pénzük, és akkor megkérdeztem, hogy hogy. Hát a segély. A segély véget jobban élnek, mint a háború előtt. Na erre varjunk gombot. Milyen háború az, hogyha egy ország háborúzik, érted? Akit megtámadtak, és az emberek jobban élnek. Hogy van ez? Fura. De van pszichológiai hadviselés, nem az oroszok részéről, hanem a saját népükkel kapcsolatban, az ukránoknak. Ugyanis, hogyha mondjuk van egy légitámadás, akkor az egész országban szirénáznak. Tehát nem ott, ahol a légitámadás van. Tehát a háború Kárpátaljától, itt a határtól nem messze, körülbelül annyi van, annyira van, mint onnan Ausztria. És úgy képzeld el, mit tudom én, 500 kilométerre van légitámadás, és akkor 500 kilométerrel távolabb is szólnak a szirénák, érted? Hogy légitámadása. Érdekes. És akkor képzeljétek el, milyen országot akarunk fölvenni az EU-ba. És akkor meséltek nekem erről, mondom azok, akik átjárnak. Képzeld el, milyen országot akarunk fölvenni. Szervkereskedelemből élnek nagyon sokan.
De tudod milyen szinten? Élő embereket legyilkolnak, és azoknak a szerveit adják el. Például vannak olyan városrészek, ahova be nem mehetnek rendőrök, képzeljétek el. És roma lakosság él azon a részen, oda nem mehetnek be, és pénzért szülik a gyerekeket, és a gyerekeket, tehát nem, az állam nem is tud arról a gyerekszületésekről, semmit. Utána a gyerekeket eladják, tehát gyakorlatilag, és most, hogy valaki felneveli, vagy szervkereskedelmet csinálnak belőle, vagy szervkereskedelemhez nevelik fel, azt senki nem tudja, érted? Képzeljétek el. És ilyen országot akarunk az EU-ba felvenni. Tehát hát az EU akarja felvenni, ha jó, mi az EU tagjai vagyunk, magyarok, érted? És tehát például elmesélték, hogy hazaszökött egy olyan ember, akit behívtak, tehát munkára hívták az embereket, férfiakat, munkára hívták. És ez alibi volt, tehát munkára voltak hívva, ők azt hitték, hogy munkára mennek. És fogták, összeterelték őket egy csoportba, ezeket az embereket, nem sok emberről volt szó. És két teherautó összenyomta őket, tehát alul sérültek meg, és utána kiszedték a szerveiket. Élő emberekről van szó. Most, hogy azt élvezették ki, vagy megölték előtte, az most részletkérdés, mert onnan tudni, hogy egy embernek sikerült onnan megszokni. Egy embernek. Képzeld-e? De ez Ukrajna. És utána fel akarták kutatni. Tehát neki bujkálni kellett hosszú ideig, mert fel akarták kutatni. Mert tanú. Szemtanú, tudod? Persze. Képzeld, de ilyen dolgok vannak Ukrajnában. Tehát ilyen országot támogatunk, ahol ilyeneket engednek. Érted? Az EU. És ilyen országot gondolkodunk azon, hogy felveszünk, érted? Mert egyre jobban megfelel a feltételeknek. Egy röhely. Hát piac, hát a lakosság egy jó része már kint dolgozik külföldön. Férfiak azok meg ugye nem mehetnek haza, mert ugye akkor lefogják őket katonának. És akkor úgy csinálják, hogy átjön a család, fölveszi a segélyt, utána visszamegy a család, a férfi itt maradt természetesen. És akkor ugye el vannak. Tehát egy érdekes helyzet ez. Szóval nagyon érdekes világban élünk, gondold végig, hogy sokkal nagyobb a korrupció és a bűnözés, mint az EU bármelyik országában, és akkor kell nekünk egy ilyen ország. Jó, hát az oké, hogy a gabona termelésnek a javát a Biden család fia, tehát a elnöknek a fia, ugye a tulajdonos, és akkor ugye Amerikának érdeke van, hogy az a hatalmas földeken lévő buza készletek, vagyis buza termelés az el legyen adva, és ezáltal ugye nekik ugye biztosítva legyen a bevétel. Tehát nyilvánvaló, hogy ugye Amerika mivel egy csomó pénzt fektettek be Ukrajnába. Hát nyilván most ugye Amerika támogatja Ukrajnát, mert hogy szeretné, hogyha az visszajönne az a pénz. De egyébként érdekes, mert ugye arról is volt már szó, hallottam, de ezt már médiától, hogy már van, ahol elkezdődött a
felújítás ugye a háború következtében. Hát errefelé, ugye itt keleten nem volt háború, és itt is megtörtént a felújítás. Tehát ott is felújítanak, ahol nem is volt háború. Közben ugye az ukrán elnök gazdagodik, mint a rossz sem. Gondold végig. Szóval nagyon érdekes dolgok ezek. Akkor ugye például ilyet is hallottam, hogy ezt már a szakértőktől hallottam az interneten, hogy mennyibe kerülne Ukrajna fel, tehát helyreállítása, igen, és ugye megállapították a külföldi, mit tudom én, hány milliárd dollár, sok milliárd dollár, és akkor így a Zelenszkij azt mondta, hogy mit tudom én, egy harmaddal több bekerülne tehát a helyrehozatal. És akkor ugye mit reagáltak rá rögtön? Hát biztos azért, mert az a pénz az ő zsebébe vándorolna, illetve a korrumpálható emberek zsebébe vándorolhatna. Tehát ilyen országot akarunk mi az EU-ba. Ez egy röhely, nevetséges, érted? Nevetséges. Szóval mi, hát azt tudjuk, hogy az EU-n belül is vannak olyan országok, ahova a országokon belül vannak olyan városrészek, ahova a rendőrök nem mehetnek be. Például Svédországban is vannak ilyen városrészek, ahol a rendőrök nem mehetnek be. De ott is ugye ilyen kisebbségi emberek vannak. És tehát ugye akkor ez úgy látszik nem annyira újdonsága az EU részéről. Ez szlovákok csinálták annak idején, jó. Fogták, ez bevonult a katonasságon, nem lehetett bemenni, aztán rendet vágott. Ezt ennyi. Ilyen szín nem lehet bemenni. Jó, tehát egy érdekes világunk van, de és gondold végig, hát, hogy milyen irányba indult el az elmúlt években a világunk, milyen irányba indult el. És hova fog ez fajulni? Tehát ha jó emberek nem tesznek semmit, akkor hova fog ez fajulni? Tehát nem az a tett, hogy valaki lázadozzon, érted? Nem az a tett, hogy tüntessenek az emberek, hogy valami olyan legyen, mint Franciaországban, ahol mit tudom én, milliárdos károkat okoznak, érted, a tüntetésekkel és azon belül a károkozásokkal, érted? Tehát, és akkor mi változik? Hát nem változik semmi. Egy esetben változhatnak a dolgok. Az emberek tudatosodnak. Tehát nem elhűlnek, de biztos tapasztaltál már olyat, főleg talán az általános iskolai, középiskolai osztálytársak esetében volt ez jó példa, hogy ha egy kicsit intelligensebb voltál egy-két embernél ott az osztályban, akkor arra simán rá lehetett mondani, hogy hülyék, nem? Na most képzeld el, a hülyék azok még tovább hűlnek. Érted? Szóval, ha megnézed, van egy általános elhűlés, és ugye az a legnagyobb probléma, amikor a hülyék még hülyébbek lesznek. Tehát már hülyék, és még hülyébbek lesznek, tudod. Csak az a baj, hogy a nem hülyék is hülnek. Bár azok nem annyira rosszak, mint akik... Hát mondom, biztosabb, én a középiskolában is, általános iskolában is találkoztam olyan gyerekekkel, érted, diákokkal, akikkel én nem akartam, igazából legszívesebben még egy levegőt sem szívtam volna velük. Érted? Csak muszáj volt, mert osztálytárs. Tehát biztos te is találkoztál ilyen emberekkel, és most gondold végig, az ilyen emberek még hülyébbé válnak. Milyen világunk lesz ez? Milyen világ alakul itt? Tehát itt az elmúlt 4-5 évben olyan mértékű romlás történt, mentális romlás, tehát mentális romlás. Tehát mit tudom én, megnézed, beszélgetsz emberekkel, azok, akik régen mondjuk tudtak mosolyogni, sokak közül nem is tud mosolyogni, érted?
Ha találkozol emberekkel, akiktől azt szoktad meg, hogy mosolyog, nem találkoztál vele mondjuk évek óta, és akkor azt tapasztalod, hogy nem mosolyog, érted? Tehát nem tud mosolyogni. És közben igazából mi baja van? Tehát nincs több baja, mint régebben, érted? Nincs több baja. Csak sikerült elérni ebben a világban, hogy az embereknek általánosan rossz hangulatuk legyen. Vagy nem tapasztalod ezt? Tehát attól, hogy egy másik országban háború van, az miért baj az nekünk, érted? Mióta az eszünket tudjuk, bárki bárhány éves, azóta a Földön folyamatosan itt vagy ott vagy amott háborúk vannak, érted? Most az, hogy egy háború 5000 kilométerre van, vagy 1000 kilométerre van, vagy 20000 kilométerre van, nem mindegy. Háború ez is, az is, amaz is, nem? Na most gondoljátok végig, hogy attól, hogy mit tudom én, volt a jugoszláv háború, hát attól még ugyanúgy éltünk, érted? Sőt, az még közelebb is volt hozzánk, mert az még a határ szélén is volt háború, érted? Tehát nem annyira távol volt, tehát nem a Kárpátokon túl folyik a háború, vagyis most a Kárpátokon túl folyik a háború, jócskán, tehát nem innen, hála Istennek. Tehát és miért zavar ez minket? Ja, azért, mert önként vállaljuk, hogy nem akarunk kereskedni az oroszokkal, hogy megdráguljon minden? Hát önként vállaltuk. Az oroszok simán kereskedtek volna az EU tagjaival, de az EU olyan barom, érted, hogy vállalja önként, hogy nem kell nekünk az olcsóbb. Hát ez nem a butaság teteje, akkor mi a franc? Nem kell az olcsóbb, tehát 40 ország van, amelyik ellenzi ezt a háborút, és van 160, amelyik nem. Akkor most kinek van igaza? Tehát a 160-nak vagy a 40-nek? Azért el kéne dönteni. Összvisz 40 ország ellenzi ezt a háborút. Érted? A bolygón. És 160, nem, 40, nem, ellenzi. 40 ellenzi, 160 azt mondja, hogy jogos a, tehát nem ellenzi, érted? Tehát 160 ország a bolygón nem ellenzi ezt a háborút. Tehát 40 ország, EU államok, az magában, mit tudom én, 30 valamennyi, és még azon kívül egy pár, érted? És az összes többi pedig azt mondja, hogy az oroszoknak igazuk van. Érted? Most akkor ki a hülye? A 40 ország vagy a 160 ország a hülye? Tehát akarnak mindenféle szankciókat hozni, a többiek meg a 160 ország meg kiröhögi, érted? De nézz utána, nem hiszed, ez így van, összvisz 40 ország ellenzi ezt a háborút, nem támogatja, bocsánat, tehát támogatja, hogy legyen tovább háború, érted? Mert ezzel, hogy amit csinálunk itt EU-ban, támogatjuk Ukrajnát, érted, ezzel nincs vége a háborúnak. Tehát ugye a szakértők, tudod mit mondanak? Azt mondják, hogy ha az EU meg Amerika beszüntetné Ukrajna támogatását, három napon belül befejeződne a háború. Érted? Három napon belül. Tehát most akkor az azt jelenti, hogy na akkor rosszul fejeztem ki magam. 40 ország ítéli el az oroszokat, érted? 40 ország. Csak hogy világos legyen, és 160 ország nem ítéli el az oroszokat.
Tehát azt, amit csináltak az oroszokkal mondjuk az ukránok, érted? Ha bármelyik nép hogy is mondjam, fiával, bármelyik nemzet fiával ugyanazt csinálták volna, akkor ugyanúgy kikeltek volna magukból, mint az oroszok. Érted? Tehát mondom, 160 ország nem ítéli el az oroszokat. Hát miért kellene elítélni egy olyan államot, érted, amelyik a világkereskedelemben egy jelentős szerepet tölt be? Nem? És ráadásul szükség van arra, amit csinál. Most mondok példát. Most olvastam egy cikket arról, hogy feltaláltak egy olyan akkumulátort, ami sokkal, de sokkal hatékonyabb, mint a jelenlegi. És folyékony fémből van az akkumulátor. De azt, amiből csinálnák azt az akkumulátort, képzeljétek el, tehát kedvezőbb lenne, mint a lítiumnak a előállítása, a lítium aksiknak, kedvezőbb is, de azt a felét a világ bányászhatanák, a felét a kínaiak bányásszák, és a 40%-át meg az oroszok. Az azt jelenti, hogy a 90%-át azt a kínaiak és az oroszok bányásszák, és emiatt valószínűleg nem fogják fejleszteni ezt az akkumulátort, mert az alapanyagot onnan kéne megvenni. Érted? Röhely. Tehát egyszer röhely. És akkor ezért nincs modernebb, sokkal jobb akkumulátor, érted? Mert tőlük kellene megvenni az alapanyagot. Nagyon érdekes. Szóval ezért mondom, gondold végig, milyen világban élünk, mi lesz ebben a világgal. Na most mondok példát, jó? Vannak ilyen rémhírek időnként, amik így fölreppennek, és akkor vannak, amiket emberek el is hisznek, ilyen rémhíreket. Tehát ugye tudjuk jól, hogy vannak bizonyos természeti katasztrófák, amivel mostanában játszanak. Tehát tudjátok, hogy volt ez a török Iránnál volt, nem? Török-iráni határon az a földrengés. Így van. Vagy Szíria? Akkor nem Irán, hanem Szíria határába. És ugye, hát az nem véletlen volt. Tehát tudjátok, hogy például tudnak földrengéseket csinálni. Tehát nem tudom, tudjátok-e, hogy a japánok azok nagyon komoly ellenállásban voltak az amerikaiakkal, addig, míg nem hozták létre a fukushimai katasztrófát. Amíg a fukushimai katasztrófa nem történt meg. Szóval szerint azt létrehozták. Tehát azt a cunamit, azt létrehozták, ami elrendezte ott az erőművet. Egyébként az erőműben is volt robbanás, olyan személyektől, hadd ne mondjam, akik ugye ott dolgoztak hosszabb ideje. Na mindegy, nem is ez a lényeg. Szóval onnantól kezdve, mikor a fukushimai katasztrófa megtörtént, onnantól puszi pajtások lettek a japánok az amerikaiakkal. Hát persze, hogy tudják, hogy hol a helyük, így van. Na most ugyanez volt a törökökkel, ugyanez volt a szírekkel, hogy tudják, hogy hol a helyük. Na most igen ám, de ugye, ha megnézzük, Japán egy olyan sziget, ahol rengeteg földrengés van. És a környékén is természetesen. Tehát magyarul az a terület az egy instabil. Tehát instabil terület. Tehát földrengés által ugye ezért úgy építkeznek a japánok, hogy a földrengéseket kiállják a házat. Na most ugye megnézzük például ezt a török
szíriai földrengést, az is olyan hely, ahol, ahol szoktak időnként földrengések lenni. Tehát azon a környéken szoktak. Na most nem mindegy, hogy milyen a talpazata ott a területnek, érted? Tehát mik vannak alatta. Tehát ugye hála Istennek, ugye vannak olyan helyek a Földön, ahol nem nagyon vannak nagy földrengések, mert olyan szilárd talpazata van ott a Földnek, hogy alja, tehát a Föld alatt olyan szilárd dolgok vannak, ami miatt ugye nem alakul ki, illetve nincsenek törésvonalak, nincsenek olyan mozgások, de emberek mégis ugye azt gondolják, hogy hát mit tudom én, lehetnek olyan természeti katasztrófák, amik bizonyos területeken, ami soha nem történt meg. Én ugye sokat voltam külföldön olyan helyeken, ahol rengeteg ilyen látnivaló volt, például mondjuk Törökországban, és ugye Dél-Törökország. És ugye szanaszét vannak heverve a ősi építmények. És nem azért, mert lerombolták, hanem azért, mert földrengés lerombolta, érted? Tehát a földrengés. Tehát vannak olyan területeken a Földön, ahol vannak sűrű földrengések, meg lehetnek nagyobb földrengések, vannak olyan területek, ahol nem lehetnek. Jó, tehát mit tudom én, Európában megnézed, Európában nem nagyon szoktak lenni nagy földrengések. Tehát itt a Közép-Európa területén nem szoktak lenni nagy földrengések. Most ugye miért mondom ezeket? Mert ugye ez a rész, így Közép-Európa, ez a világ egyik ilyen szempontból a legbiztonságosabb területe. Tehát ilyen természeti katasztrófa tekintetében. Itt a legnagyobb probléma, ami problémát tud okozni, az a víz. A víz. Tehát az árvíz. Tehát hogyha egyszer áradnának a folyok, hogy egyszer lenne ugye a hegyekben eső, ahol erednek ezek a folyok, na akkor lenne itt gáz, mivel medencében vagyunk. Ugye ezt én már régen mondom, hogy ez így van, de hát annak nagyon kicsi az esélye, hogy az összes hegyen, ami körülvesz minket, egyszerre legyen nagy esőzés, és ezáltal itt legyenek olyan, nem tudom én, vizek, ami elmossa az ország jó részét. Szóval, lényeg az, hogy ugye például én ilyeneket is néztem, hogy mondjuk a tengerszinthez képest a legalacsonyabb pontjaink Magyarországon, azok milyen magasan vannak. Tehát ami azt jelenti, hogyha mondjuk lenne egy nagyobb cunami, mit tudom én, mondjuk becsapódik valami az óceánba, vagy esetleg van egy olyan hatalmas robbanás az óceánban, ami óriási cunamit idézne elő, akkor ugye Magyarország mennyire lenne biztonságos. És akkor kiderült, hogy valami 100-valahány méterre vagyunk a tengerszint felett. Tehát ugye a legalacsonyabb szint a helyek is. Tehát ami azt jelenti, hogy elég magas. Tehát egy 100 méteres cunami azért nem nagyon sűrűn szokott lenni. Vagy 150 méteres cunami. Jó, de ez azt jelenti, hogy csak azért beszélek ilyenről, mert ilyen dolgok időnként az emberekbe felmerülnek, hogy mit tudom én, ilyen természeti katasztrófa tekintetében mennyire vagyunk itt biztonságban. Tehát nem is a természeti katasztrófákkal van a gond, hanem azzal van gond, amit az emberek csinálnak. És itt most nem is arról szól a történet, hogy itt tudom én mondjuk játszanak az időjárással, akkor mit tudom, előidéznek mondjuk óriási esőzéseket, vagy óriási szárasságokat elő tudnak már idézni.
vagy esetleg tudnak földrengést is előidézni, már az emberek. Hát nyilván nem az átlag emberről van szó. De ez nem összeesküvés elmélet, ez tény. Na most ez azt jelenti, hogy persze ilyenek vannak, de elsősorban azzal van gond, hogy az emberek hagyják, hogy elbutuljanak. És akkor most finoman fogalmaztam. Jó, tehát most gondold végig, ugye megnézed, visszamész egy kicsit a múltba, mondjuk 40-50 évet, ha te annál fiatalabb vagy, akkor kérdezd meg a szüleidet, hogy a múltban, amikor még mondjuk nem volt tévé, csak mondjuk rádió, akkor az emberek mit csináltak? Mit csináltak? Voltak kevesen, akik elmentek nyaralni. Általában inkább az urak mentek el nyaralni. Érted? Na most, ha megnézed most, a mai világunkban, mikor mi elkezdtük a nyaralásunkat, nyaralgatásainkat anno annak idején, a 80-as években, akkor még gyakorlatilag az emberek nagy része az nem járt nyaralni, legalábbis itt Magyarországon. Tehát itt elmentünk Olaszországba, és német szavakat hallottunk, érted? Most már elmegyünk Olaszországba, és nincsenek német szavak. Nagyon érdekes. Tehát nincsenek német turisták. De nagyon érdekes, hogy alakult ez ki, hogy az emberek átváltoztak. Hát volt a tévé, gondold végig. Előtte még nem tévéztek, eszükbe se jutott, hogy mi az, hogy nyaralás. Érted? Üdülés, ilyen kikapcsolódás, eszükbe se jutott. És jött a tévé, és a tévé felkeltette az igényt. Gondold végig. Tehát a tévé keltette föl az igényt, a tévében folyamatosan nyomták különböző tájakat, üdüléseket, nyaralásokat, érted? És az emberekben felkeltődött az igény. Semmi gond nincs ezzel, ha az ember nem szokik hozzá. Érted? Mert aki például hozzászokott, az hogy fog erről leszokni? Hm? És miért kellene leszokni, most azt mondaná? Hát azért, mert nem lesz pénze a legtöbb embernek. Tehát az ember, én azt láttam embereknél, ugye nagyon régóta foglalkozok emberekkel, és nagyon sok ember le volt rálátásom már itt az elmúlt 30 évben, több mint 30 évben, és azt láttam, hogy az emberek nagyon nehezen lépnek vissza egy élet minőségből, egy életszínvonalból. És ezt most úgy értsd, hogyha visszalép, hogy érzelmileg megviseli, az hód biztos. Tehát lehet, hogy visszalép, mert van annyi esze, hogy visszalép, de hogy érzelmileg meg fogja viselni, az tuti. Tehát az azt jelenti, hogy lehet, hogy képes arra, hogy ő takarékoskodjon, ne költsön, de hogy érzelmileg ez a visszalépés fog ráhatni, az hód biztos. És ugye itt ez a kulcsa az embernek, hogy milyen érzelmi állapotban tud lenni. Mert ha valakinek az érzelmi állapota ugye jó, akkor jól boldogul az életében. De az érzelmi állapota az rossz, akkor nehezen boldogul az életében. És ha valaki mert az érzelmi állapota rossz, akkor nem elég, hogy nehezen boldogul az életében, hanem hülyeségeket kezd el csinálni. Tehát ugye a világban, ha jobban megnézed, vajon a hatalomban lévő emberek miért csinálnak hülyeségeket? Tehát elmondtam az előbb a választ. Mert az érzelmi állapotuk rossz. Érted? Tehát rossz az érzelmi állapotuk. Tehát ami azt jelenti, hogy ugye mit jelent az, hogy jó érzelmi állapot? Azt, hogy
reálisan tudod látni a dolgokat. Az ember akkor tudja reálisan látni a dolgokat, hogyha jó hangulatú. Ha nem jó hangulatú, akkor képtelen reálisan látni a dolgokat, és olyan dolgokat képzel be az érzelmi állapota miatt, ami nem a valóság. Tehát a valóságtól kisebb-nagyobb mértékben eltérő dolgokat képzel el, mondjuk egy másik emberről, vagy egy másik népről, vagy bármivel kapcsolatban, ami nem ő, hanem valami kintről jövő dolog. Érted? Tehát ez azt jelenti, hogy hogyha körülnézel a világban, és ránézel az emberekre, akkor tökéletesen látod azt, hogy azok, akik a döntéseket hozzák, nincsenek jó hangulatban. Nem jó hangulatban. Tehát az érzelmi állapotuk nem jó. És ugyanez az ember, az átlagember is. Ha rossz érzelmi állapotba kerül, bárminek a hatására, akkor az azt jelenti, hogy nem úgy cselekszik, mint előtte. És helytelenül cselekszik. Az azt jelenti, hogy olyanokat tesz, ami más számára nem feltétlenül jó, sőt, valószínűleg nem jó. És most e felé megyünk, ha úgy jobban megnézed. Tehát a hatalomban lévő emberek kezdték azt, hogy az érzelmi állapotuk leromlott. Majd ennek hatására elkezdték elérni, hogy a tömegek érzelmi állapota leromoljon. Érted? Tehát mondok példát. Számos olyan vezető volt a világban, utána tudsz nézni ezeknek, hogy mikor elkezdte a kormányzását, akkor gazdasági fellendülést csinált az országban. És mert jó állapotú volt, és reálisan látta a dolgokat, érted? És annak a sok gond bajnak következtében, amit egy ország vezetése okozhat egy ember számára, szépen elkezdett leromlani a hangulata, és egyre nagyobb hülyeségeket és hülyeségeket csinált. Erre például talán a legjobb példa Hitler. Talán a legjobb példa. Tehát, de rengeteg ilyen, akik hosszabb ideig voltak hatalmon, azok gyakorlatilag szinte mindenütt megfigyelheted néhány kivétellel. Talán a kivétel volt mondjuk Kádár János. Talán ő volt a kivétel. De az összes többi az nem annyira. Szóval lényeg az, hogy tehát látni kell azt, hogy úgy működik az ember érzelme, függetlenül attól, hogy most átlagember vagy hatalomban lévőről van szó, hogyha nincs tudása, akkor olyan, mintha beszállna egy ilyen lefelé mozgó, ilyen olyan vasútba, amit csak lefelé halad, érted? És nincs fölfelé. Tehát az azt jelenti, hogy mintha menne a pokol felé, érted? Az a vasút. Szó szerint. És ha megnézed, az emberek ezt csinálják. Tehát ez úgy működik, hogy minél rosszabb valakinek az érzelmi állapota, annál inkább nem akar cselekedni. Annál inkább például nem akar tanulni. Érted? Nem akar fejlődni, annál inkább. Miért? Mert az érzelmi állapot romlásával lecsökken az embernek az energiája. És nincs rá energiája, hogy ő most tanuljon, nincs rá energiája, hogy foglalkozzon olyan dolgokkal, amihez nyilván energia kell. Ráadásul még egy rossz érzelmi állapotban lévő ember mondjuk nekiáll tanulni,
képtelen megjegyezni és hasznosítani belőle dolgokat. Ez is egy óriási probléma. És akkor egy ilyen világban vagyunk, ahol az emberek beültek egy olyan vonatba, érted, ami így spirálosan halad lefele. És gyakorlatilag gondold végig, ha két rossz érzelmi állapotban lévő ember együtt van, vagy száz érzelmi, tehát rossz érzelmi állapotban lévő ember együtt van, azok egymást nem tudják kihúzni a bajból. Érted? Tehát az azt jelenti, hogy gyakorlatilag fizikai képtelenség, hogy a rossz érzelmi állapotban lévő emberek egymást kisegítsék ebből a slamasztikából, amiben benne vannak. Tehát ahhoz, hogy az ember visszafordítsa, tehát fölüljön egy olyan vonatra, ami fölfele halad és nem lefele, érted, az életében, ahhoz kellene egy olyan közösség, ahol magas érzelmi állapotú emberek vannak. És ez azt jelenti, hogy ha ilyen közösség nincs a bolygón, akkor ennek az emberiségnek annyi, mert azáltal annyi, hogy az emberek érzelmi állapota romlik és romlik, és gyakorlatilag bajra halmoznak, és tönkreteszi maga az emberiség saját magát. Jó, nyilván ezt most, hogy mennyire várják meg a teremtőink, az kérdés. Vagy mennyire nem várják meg a teremtőink. Mert ugye ők látják, hogy az emberiség hova halad. És látják azt, hogy hát az emberiség nagy része lefelé halad. Tehát ma a bolygón megnézed, rajtunk kívül nincs olyan törekvés, hogy az emberek mondjuk érzelmi állapotát javítsák, érted? És az embereket tudatosítsák. És az emberek egyre tudatosabbak és boldogabban éljék az életüket. Nincs ilyen közösség. Vagy lehet, hogy van, de nincs nyoma, érted? Amelynek nyoma van, az mi vagyunk az egyetlen a bolygón. Tehát az édeskevés, hogy vannak a világban egyes emberek, akik kiállnak az emberek elé, de nincs közösségük. És azt gondolják, hogy ha ők tartanak X számú előadást, azzal majd az emberek meg fognak változni. Az emberek nem változnak meg, mert ugyanaz a környezetük, mint előtte. Egy ember akkor változik meg, ha megváltoztatja a környezetében lévő embereket. Világos voltam? Tehát, hogyha ugyanabban a környezetben leszel 5 év múlva, akkor ugyanolyan leszel, mint most. Érted? Tehát én erről meggyőződtem, hogy ez így van. Tehát az ember akkor tud változni, hogyha kijön abból a környezetből, ami arra a szintre vitte, amiben jutott. Oké? Tehát ezért, ha az ember fejlődni akar, szó szerint értsd a fejlődést, akkor az embernek egy olyan környezetben kell lennie, ahol fejlődnek az emberek. És én rajtunk kívül én nem hallottam olyan környezetről, ahol fejlődnének az emberek. Nincs ilyen. És ma egy olyan világban élünk, ahol vannak olyan emberek, akik egy dologban hisznek, vannak akik kettőben, és vannak olyanok, akik mondjuk egy dologban vagy kettőben, jó, nézzük, mi ez a kettő. Vagy abban hisz, hogy anyag, vagy abban hisz, hogy szellemiség,
vagy mind a kettőben. Tehát az azt jelenti, hogy, ugye ez a három variáció. Tehát vannak azok az szellemi emberek, akik azt gondolják, hogy csupán szellemi gondolkodással mindent el lehet érni. Vannak olyan emberek, akik úgy gondolják, hogy csak a fizikai világban lehet elérni eredményeket. És vannak olyan emberek, akik mind a kettőben hisznek. Tehát, hogy ez is kell hozzá, meg az is kell hozzá. Tehát még egy olyan világban élünk, ami vegyes. Tehát az a helyes, hogyha valaki mind a kettőért tesz, hogy segítségére legyen. Tehát a fizikai világ is a segítségére legyen, meg a szellemi világ is a segítségére, tehát nem szellemvilág, szellemi világ is segítségére legyen. Na most ezt miért mondom? Mert ugye a fizikai világ az azt jelenti, hogy gondold végig, most ami csapást mértek az emberekre, az két dolog volt, ugye az a szellemi dolgokra mértek csapást és a fizikai dolgokra. Tehát fizikai dolgok az azt jelenti, hogy mondjuk elszabadítottak olyan vírust, ami bepánikoltatta az emberiség jó részét. Oké? És ugye ezáltal az emberek beoltották magukat olyan szerekkel, amiről fogalmuk nem volt, hogy az mit fog csinálni. Ugye ez a fizikai világ. De ez a dolog, én azt látom, hogy a szellemi képességekre is hatott. Mert ha körülnézel, akkor az azt jelenti, hogy kevésbé jó képességűekké váltak egyes emberek, akik mondjuk beoltották magukat. Tehát mintha a szellemi képességeikre is hatna az oltás. Tehát nem csak a fizikaira. Na most ezt miért mondom? Azért mondom, mert ugye egy fizikai világban élünk, és a fizikai világban hát nem csak az számít, hogy mennyire tudnak téged befolyásolni, hanem az számít, hogy hogyan boldogulsz ebben a fizikai világban. És ahhoz, hogy az ember boldoguljon egy fizikai világban, ahhoz nem elég, most már nem elég, hogy úgy élsz, mint eddig. Tehát ha úgy akarsz élni, mint eddig, akkor te a jövőben nagyon nagy bajba leszel, anyagi, tehát fizikai szempontból, anyagi szempontból. Tehát ha megnézed, ki az, aki nyugdíjból él itt? Nyugdíj? Ha nem abból, de már nyugdíjas. Jó. Jó, de tehát akkor azt mondanám, hogy ki az, aki nyugdíjas, jó? Nem az, hogy abból élsz, nyugdíjas. Ki az, aki nyugdíjas? De én nem, csak tegyétek fel, hogy lássam. Oké. Okay. Tehát a nyugdíjadból többet tudsz vásárolni most, mint mondjuk egy évvel ezelőtt? Nem. Mit láttál, mennyivel kevesebbet ér a nyugdíjad? Inkább 30-20. Hát 20-30%-kal, nem? Igen. Kevesebbet ér. Na most ezt ugye azért mondom, mert most gondold végig, hogy ugye a maga a nyugdíj kevesebbet ér. Ki az, aki mondjuk alkalmazott? Alkalmazott? Oké. Okay. Nem tudom, észlelted-e, hogy a fizetésed az kevesebbet ér, mint egy évvel ezelőtt. Lehet, hogy emeltek, de akkor is. Hm? Tehát kevesebbet tudsz belőle vásárolni, mint előtte. Na most... Ez azt jelenti, hogy tehát se a nyugdíj, se a fizetés az nem alkalmas arra, hogy a jelenlegi világunkat anyagi szempontból áthidald. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy,
hogy biztosítsad a, nem a túlélést, hanem az életminőséged javulását. Mondhatnánk azt, hogy az életszínvonalad javulását. Tehát nem biztosítja. Na most nem tudom, tudod-e, hogyha valamit nem fejlesztesz az életedben, ez egy aranyszabály, ha valamit nem fejlesztesz, az vissza fog fejlődni. Ez igaz a jövedelemre is, ez mindenre igaz. Tehát hogyha nem lesz több a jövedelmed, annál nagyobb mértékben nem lesz több, mint amilyen mértékű mondjuk az infláció, akkor te elindultál a visszafejlődés útján, az anyagi visszafejlődés útján. És ez mindegy, hogy most nyugdíjból élsz, vagy részben, vagy fizetésből élsz, ez van. Tehát arra egyetlen egy megoldás van, az anyagiakra. Tehát régen hogy oldották ezt meg? Mikor én gyerek voltam. Nem volt nekik elég a szocializmusban, emlékezzetek, akik a szocializmusban éltek, nem volt nekik elég a szüleinknek mondjuk a jövedelem, ezért mellette vállalkoztak. Először abba kezdtek, hogy GMK, emlékeztek? De az is egy vállalkozás, a fusizás. Az is egy vállalkozás. Az nem alkalmazotti lét. Tehát a szocializmusban rengeteg embernek volt másod tevékenysége, de az nem alkalmazotti volt, hanem az mind vállalkozási tevékenység. És a szüleim is így kezdték a vállalkozást, hogy volt nekik főfoglalkozásuk, és mellette elkezdték a vállalkozást, érted? És utána fő tevékenység lett belőle természetesen. Tehát most egy olyan világba érkeztünk, ahol az emberek rá fognak kényszerülni arra, hogy vállalkozzanak, érted? Vagy akár fusizzanak. Tök mindegy, már a fusizás is így vállalkozási forma. Igazából csak nem legális. Érted? Tehát, hanem illegális. Annak idején is így volt. Na szóval, de nem úgy illegális, hogy törvénytelen, tehát egy nem bűncselekmény lenne, hogy mit tudom én, nem lopcsal hazudik, hanem nem adózik az a bűne, hogy nem adózik utána. Jó, szóval lényeg az, hogy ha valaki boldogulni akar a jövőben, nem tehet mást, mint hogy vállalkozik. De egyáltalán nem mindegy, hogy miben vállalkozik. Jó? Tehát az, hogy az ember vállalkozzon, az egy nagyon fontos szempontsor következménye kell, hogy legyen. Nézzük meg, hogy igazából milyen is egy jó vállalkozás. Oké? Tehát nem csak itt, bárhol a világon, milyen egy jó vállalkozás. Ugye én vállalkozom 87 óta, azóta megszakítás nélkül. Na nézzük, ezért eléggé otthon vagyok a vállalkozás területén, átlag fölött otthon vagyok. Minél alacsonyabbak legyenek az induló és működési költségek. Ugye, mert ne kelljen tehát óriási befektetés. Mert ha valakinek nincs befektetése, akkor nem tud vállalkozást nyitni. Tehát az nem buli, érted? Az a jó, hogyha minél alacsonyabb az induló és működtetési költség. Nézzük tovább. Kezdéstől még ne kelljen rá vállalkozást nyitni. Miért? Mert onnantól kezdve vállalkozást nyitsz, adózni kell. Még akkor is, ha egy vas bevételed sincs, akkor is adózni kell. A jövedelmednek ne legyen felső korlátja.
Nyugdíjnak van felső korlátja? Van, mert nem tudsz több nyugdíjat kapni, nem? Csak akkor kapsz több nyugdíjat, hogyha emel az állam. Az alkalmazotti fizetésednek van felső korlátja? Van, mert nem tudsz többet keresni, csak akkor, hogyha vagy többet dolgozol, nem? Vagy ha emelnek. Nem így van? Na most a felső korlát azt jelenti, hogy nincs, ha te ötször annyit akarsz keresni, akkor ötször annyit keresel. Ha tízszer annyit akarsz keresni, akkor tízszer annyit kereshetsz. Ha ezerszer annyit akarsz keresni, akkor ezerszer annyit kereshetsz. Ez jelenti a felső korlát nélküliség. Akkor nézzük tovább. Egy ilyen passzív jövedelem. Tehát amiért az ember egyszer megdolgozott, rendszeres jövedelem legyen azt követően is. Érted? Tehát ne olyan, most gondold végig, mit tudom én mondjuk elmennél 3 hónap szabadságra a munkahelyedre. Fizetnék a 3 hónapot? Nem. Abból 1 hónapot fizetnének, mert ugye mondjuk van 1 hónap szabadságot, és a többit nem fizetnék. És mi van, ha mondjuk egy évig nem akarsz dolgozni, valamilyen oknál fogva? Akkor közben éhe halnál alkalmazottként. Érted? Tehát olyan jövedelemre van szükség, amiért megdolgozol, és utána is jön. Jó? Nézzük tovább. Szabadságot adó jövedelem. Akkor is legyen jövedelem, ha a tulajdonos hosszabb ideig nem dolgozik. Ez kiegészítése az előző pontnak. Ezt már el is mondtam. Nézzük tovább. Elég sok vevő legyen. Tehát egy vállalkozásnak mindig megveszik a szolgáltatását vagy termékét. Ez egy alap. Olyan vállalkozás nincs, amelynek nincs vagy szolgáltatása, vagy terméke. Jó? Ez nem olyan, mint az alkalmazotti lét, hogy te neked ott nincs, mit tudom én, ilyen kis kütyüket gyártasz az ekkora nagy kütyübe, érted? Az azt jelenti, hogy nincs kész terméked, érted? Úgy kész, hogy az a kütyű magában nem működne, az egy kis alkatrész az a, mit tudom én, nagy kütyübe. Érted? Na most egy vállalkozás az azt jelenti, hogy valaki fizet azért, amit szolgáltat, vagy amit elad, mint terméket hozott létre. Érted? Tehát ők egy komplett olyan dolgot nyújtanak, érted? A vállalkozók. Persze vannak olyan vállalkozók, akik kényszervállalkozók, és csak egy részfeladatot látnak el, de én most nem a kényszervállalkozókról beszélek, hanem a tényleges vállalkozókról. Érted? Tehát például mondjuk az egy vállalkozás, hogy mondjuk gyártja a Mercedes autót. Érted? Maga a Mercedes a vállalkozó. Érted? Egyébként ugye aki létrehozta Benz, a lányáról nevezte el. Oké? Az autót. Szóval lényeg az, hogy maga a Mercedes gyár, az egy vállalkozás. Csak egy óriás vállalkozás. Érted? Tehát ők is nem egy apró alkatrészt gyártanak, hanem egy komplett autót. Tehát a vállalkozásnak az igazi vállalkozásnak az a lényege, hogy vagy egy komplett szolgáltatást nyújt, vagy egy komplett terméket. Érted? Nézzük tovább. Tehát tisztességes vállalkozás legyen, amely nem az emberek kizsákmányolásán vagy átverésén alapul. Én úgy gondolom, hogy ez nyilvánvaló, nem? Mert ma a világ tele van olyan vállalkozásokkal, amely kizsákmányoláson, illetve átverésen alapul. Nézzük tovább. Amennyiben a vállalkozás fejlődése elakad, akkor a tulajdonos kaphasson segítséget a továbblendítéshez. Jó? Ezen bukik el a legtöbb vállalkozás, hogy nem kap segítséget a tulaj. Jó? Tehát ezért mennek tönkre a vállalkozások 97%-a az első 3 évben. Az üzlet kidolgozott legyen, másolható rendszerű, és ezáltal azonnal elkezdhető legyen,
ne közbe kelljen kitalálni, hogy most az ember mit csinál. Tehát ha közbe kell kitalálni, hogy közbe mit csináljon az ember, hát az lassítja a vállalkozás fejlődését. Nézzük tovább. Kötetlen munkával bárhonnan végezhető legyen. Tehát mit tudom én, most van egy házas párunk, aki csinálja a PPA üzletet, és éppen Bulgáriában nyaralnak, és közben onnan is dolgoznak. Na, bárhonnan lehet dolgozni. Bárhonnan. Kockázatmentes üzlet legyen. Tehát ugye minél többet befektet az ember egy üzletbe, és minél többet bukik, hát az már jó nagy kockázat. Tehát ha kicsi a befektetés, vagy nincs befektetés, akkor gyakorlatilag nincs kockázat. Érted? Tehát nincs kockázat. Miért? Nézzük meg. Tehát itt például nálunk az üzletért nem kell fizetned semmit. Gyakorlatilag nem az üzletért fizetsz, hanem azért, hogy tanulsz. És azért, hogy lesz neked mondjuk egy PPA üzleted, az külön pénzbe nem kerül. Ezért gyakorlatilag nincs mit elbuknod. Konkurenciamentes üzlet legyen. Amit mi csinálunk, a bolygón totál egyedülálló, tehát nincs konkurenciánk. Nem mindegy, hogy mekkora a konkurencia. Sok cég azon bukik el, hogy a konkurenciával nem bírt. És legyőzte őt a konkurencia. Gazdasági helyzet negatívan ne hasonl rá. Mi a Covid alatt lőttünk a legnagyobbat. Érted? Cégek tönkrementek, cégek visszaestek, mi akkor lőttünk a legnagyobbat. Több lábon állás segítő üzlet legyen. Tehát az embernek van mondjuk egy nyugdíja, vagy van egy főállása, vagy van egy vállalkozása, és azt az egy jövedelmet kirúgják a lábod alól, akkor gond van. Vagy elértéktelenedik a pénz, akkor is gond van. Tehát az embernek kell egy másik láb, amire rá tudja helyezni a testsúlyát, és hozza azt a jövedelmet, amit az ember szeretne. És akkor nézzük tovább. Munkavégzés gyorsan, a munkavégzést, hogy van? Gyorsan követő legyen. Ja, igen, a munkavégzés gyorsan követő legyen a havi jövedelem. Kicsit érthetetlen, mindegy. Tehát a munkavégzést követően gyorsan legyen havi jövedelem, jó? Igen, meg kell fordítani. Igen, meg kell fordítani a két szót. Tehát a munkavégzést követően gyorsan. Tehát az, hogy ugye azért van így fogalmazva a mondat, mert hogy van egy munkavégzés, és utána gyorsan legyen azt követően havi jövedelem. Érted? Tehát ne kelljen várni. Tehát ne úgy legyen, mint mondjuk, mit tudom én, mondjuk veszel földet, megműveled, beveted, és onnan, hogy megvetted a földet, mikorra lesz belőle jövedelmed? Érted? Mennyi munkát kellett ahhoz betenned, hogy jövedelem legyen belőle? Vagy veszel állatokat, először is csinálsz egy ólat, érted? Utána fogod, beleveszel állatokat, neveled az állatokat, mennyi idő lesz, mire el tudod adni, és jövedelem lesz belőle? Gondold végig. Mit tudom én, mondjuk a bikákat nevelsz, akkor mondjuk 2 év, mire egy bikát eladhatsz. Érted? Nézzük tovább. Munkavégzést... Ja, ez volt, csak visszamentünk. Ja, mondom, valami nem stimmel. A vevőkör épülhet idegenekre és ismeretségi körre is. Tehát ugye egyáltalán nem mindegy, hogy mekkora a vevőkör és milyen típusú. Tehát van, aki az idegeneket szereti, van, aki az ismerősöket szereti, van, akinek tök mindegy. Érted? Mert szereti az idegeneket is, meg az ismerősöket is. Ezáltal ugye az üzletére a vevőkör lehet az ismeretségi kör is, vagy lehetnek az idegenek is.
otthonról is végezhető legyen, ne kelljen hozzá iroda, üzlethelyiség, műhely vagy raktár. Ugye ez nagyon fontos, miért? Mert ezek baromi sokba kerülnek. Egy iroda, egy üzlethelyiség, műhely vagy raktár, ha nincs sajátod, akkor is a bérlése ezeknek elviszi a jövedelem jó részét. Hát ezért fontos, hogy egy vállalkozás ezeknek a feltételeknek megfeleljen. Na most, ha körülnézel ebben a 17 feltételnek, de ha esetleg neked eszedbe jut 18 vagy 19 vagy 20, jó, akkor szívesen fölírom ide, érted? És rájössz, hogy az a 18, 19, 20 is csak a mi vállalkozásunkra érvényes. Érted? A mi üzletünkre érvényes. Tehát a világon csak egyetlen egy üzlet felel meg ezeknek a feltételeknek. Ezt pedig úgy hívják, hogy PPH. Jó? És ha ide visszamegyünk az elejére, a legelejére, amit ugye sokáig láttatok, itt benne van, hogy mi a PPH? Problem Prevention Holding. A Hunor Trade részvénytársaság hozta létre a Nyílt Akadémiát is, meg a Problem Prevention Holdingot is. És a Tanoda 2000 Kft. Tulajdonosai hozták létre a Hunor Trade részvénytársaságot. És maga ez a holding működteti a képzéseket, azokat a fejlesztő képzéseket, amely az élet és az emberismerethez szükséges. És aki tanulóként még üzletet is szeretne építeni, az kap grátisként egy, mondhatjuk azt, hogy a világ legjobb üzletét. Miért? Világ legjobb üzlete? Na miért? Kérdezem tőletek. Nem, azért, mert ennek a 17 feltételnek csak ez az üzlet felel meg. Világos ez? Tehát annál rosszabb üzlet, minél kevesebb feltételnek felel meg ebből a 17-ből. Világos ez? Tehát jó lenne, hogyha ezzel tisztában lennétek. Minél kevesebb feltételnek felel meg egy üzlet ebből a 17 pontból, annál rosszabb üzletről beszélünk. Oké? Okay? Tehát mit tudom én, mondjuk, találkozol egy vállalkozóval, az ő üzlete vajon megfelel a 17 pontnak? Ki van csukva? Ki van csukva? Oké? Okay? Tehát, ugye miért nyújtunk egy üzletet? Mert néz körül a világban, ha valamit nagyon fejleszteni akarsz, akkor mögé kell rakni egy üzletet. Ha nem raksz mögé egy üzletet, az hanvába dől. Oké? Okay. Mondok példát. Ott volt a Tesla, világ legnagyobb feltalálója. És gyakorlatilag a találmánya az, az eltűnt, a találmányai eltűntek, mert nem tudott a találmányai mögé rakni egy üzletet. Érted? Ha ő egy üzletet mögé rakott volna a találmányainak, akkor már a világ nem itt tartana, ahol tart. Oké? Okay. Értitek? Tehát ez azt jelenti, hogy például közel nem volt olyan feltaláló, ugye a Edison, közel nem volt akkora találmányai, mint, de egy időben éltek, ugye azt tudjátok. És az Edison mögé tudott rakni egy üzletet, lásd General Electric-et, mögé rakta, ugye ő indította el a General Electric-et, Edison, és megnézed, ugye a General Electric még mindig létezik, mögé rakott egy üzletet, és az Edison gyerekkorunktól ismerjük. A
Teslát meg onnan ismertük, hogy a csehszlovákok annak idején gyártottak ilyen nevű műszaki berendezéseket, hogy Tesla. Innen ismertük. De azt nem tudtuk, hogy ez egy feltaláló volt, érted, Tesla. Ugye nekünk volt otthon olyan készülékünk, ilyen lemezjátszós rádió, ami Tesla gyártmány volt. Szlovákiában, Csehszlovákiából akkor természetesen. Jó, szóval, és akkor még egy gondolat ezzel kapcsolatban, és kicsit hosszúra sikerült itt ez az első rész. Ja? Havi 30 órás ember és életjobbító coachképzéseink vannak, igénybe vehetett személyesen a helyszínen, vagy élőben az interneten keresztül, vagy tévén, vagy rádión, illetve videó vagy hangfelvételről továbbá le is töltheted. Coachképzésünk piaci értéke havonta 200 000 forint. Amennyiben most kezded el a képzésedet, most olyan akcióban vehetsz részt, ahol nem csak egy nagyon kedvező 19 700 forintos első havi indulási és 12 500 forintos nagyon kedvező további havi tandíjat kalkuláltunk ki neked, hanem vállaljuk az akciós további havi tandíjaid árának fenntartását is. Tehát magyarul továbbra is vállaljuk, hogy 12 500 forint lesz a tandíjad. Jó, tehát várunk szeretettel. Ha nem vagy elégedett a jelenlegi életszínvonaladdal, ha nem vagy elégedett a jövedelmeddel, ha nem vagy elégedett ebben a jelenlegi világunkkal, úgy gondolod, hogy valamit tenni kellene azért, hogy legyen egy jobb világ, itt van egy lehetőség. Örülök, hogy meghallgattál engem, mindenkinek sok sikert kívánok, csináljunk 30 perc szünetet, szeretlek benneteket, sziasztok!